Na hát, és most tudod, mivel folytatjuk, Tomi? Hát vendégünket látva sejtem. De megkérdezem, hogy te voltál katona? Vagy ez most gonosz kérdés? Ez most annyiból gonosz kérdés, hogy úgy volt, hogy leszek katona, aztán az utolsó pillanatban lefújták. Én pontosan a rendszerváltás pillanatában lettem volna katona, és akkor valahogy mindenkinek így lögdösték ki az embereket, pöszkölték ki az embereket. Na de szerintem ilyen most már nem lesz, mert hogy itt van velünk Simicskó István, a hazafias és honvédelmi nevelésért felelős kormánybiztos, akinek jó estét kívánok. Jó estét kívánok. Jó estét. Hogy ön kapta meg azt a feladatot, hogy a fiatalokat megpróbálja valahogy rábírni arra, vagy egyáltalán megszerettetni, velük megmutatni nekik, hogy milyen lehetőségek vannak a honvédelemben. Milyen eszközei vannak erre? Hát a Tamást behívjuk. Igen. Ez az első már tartalékosnak bármikor jelentkezhet. Nyilván vannak különböző kritériumok, feltételek, egészségügyi alkalmassági vizsgálat és sok-sok minden más, de nem is az érdekes, hanem szerintem azért fontos ez a feladat, mert a honvédelmi nevelés, a hazafias nevelés az sosincs kész állapotban. Tehát egyrészt mindig jönnek új nemzedékek. A fiataljainkat szerintem egészséges nemzettudattal kell nevelni, szeressék a hazájukat, ez a legfontosabb, legyen ott a szívükben a hazaszeretet érzése, és a szeretet érzése, ha már ott van, akkor mindig mondom, ez nem csak egy érzés, hanem akkor már könnyebben lehet tevékeny törődéssé alakítani, tehát gondoskodássá, odafigyelésé, egymásra, a hazára, a szűkepátra, a falujukra, tehát jobban vigyáznak talán az emberek, hogyha egy egészséges nemzettudattal rendelkeznek. Erről szól ez a stratégia alkotás, amelyben feladatot kaptam a miniszternök úrtól. Nyilván ez egy nagy munka, hiszen azt is látjuk, hogy a világ és az emberi civilizáció korszakos változásba lépett. Látjuk azt, hogy milyen intenzív és gyors változások történnek a világunkban, nem csak technikai technológia értelemben, hanem egyáltalán a bevándorlástól kezdve sok-sok minden más, ami korábban ilyen mértékben, ilyen jelenségek nem voltak az emberiség legalábbis ismert történetében, tehát legalábbis a legújabb korban semmiképpen sem. De szerintem a gyermekeinknek ezen keresztül kell adnunk a nevelés során egy egészséges értékrendet, és akkor tudnak egy értékszűrőt alkalmazni, a globalizáció különböző veszélyével szemben tudják megvédeni saját magukat és a családjukat, és ezen keresztül a nemzetüket is. Hogy kérdezem meg, hogy ez két munkát jelent, vagy ez a kettő valahol összefügg? Hát ugye nyilván a közoktatás, a köznevelés rendszerében kell ezt elvégezni. Tehát vannak olyan kísérletek, ahol külön tantárgyként próbálják bevezetni a honvédelmi nevelést. Vannak persze a felsőoktatásban is honvédelmi ismeretek tantárgy, amely fölvehető, 3 kreditpontot ér középiskolában is katonai ismeretek. Ezeket most át kell dolgoznom, mert eddig kevés eredménye látszik mindennek. Nyilván valami van, de ettől sokkal többet ki lehet hozni ebből az egészből. Ugye nagyon sok helyen a franciáknál, lengyeleknél, amerikaiaknál, briteknél, de az oroszoknál is alapvetően közismereti tárgyakba helyezik el a hazafias nevelést és a honvédelmi nevelést is. Ez nyilván a történelem az egyik legfontosabb tantárgy, ilyen szempontból nagy lehetőséget ad, hiszen lehet egy hős kultuszt kiépíteni, az is erősíti a gyermekeink kötődését Magyarországhoz. Vannak olyan történelmi személyiségeink, akikre valóban érdemes büszkének lenni, hiszen hősiesen helytálltak a történelmi idők folyamán, nehéz időszakokban, és ezek jó példák, jó példaképű szolgálnak a fiataljunk számára, de ugyanígy lehet mondjuk ismerni, például kémia vagy fizika órán tanítani vagy majd új tantárgy lesz, ugye természetismeretként a Nobel-díjas tudósainkat, milyen csodálatos dolgokat hoztak létre az emberiség javára, nem csak a magyar nemzet dicsőségére, hanem az emberiség javára. Nyilván a hungarikumokat is ismerni kell, azokat a nemzeti kincseinket, nemzeti értékeinket, akár biológiára, az őshonos régi vagy állatfajtákat, tehát sok-sok minden van, ami a kötődést erősíti a hazához. Ez a célja ennek. De akkor tulajdonképpen külön tantárgy nem lesz, akkor azt kijelenthetjük, vagy még úgy, ezt nem lehet? Egyelőre úgy tervezném, nyilván egy szakértői csapat most áll föl, a stratégiaalkotást megkezdtük, nemzetközi példákat nagyon sok helyen áttekintettem, ezek fontos tapasztalatot adnak, meg hát nyilván nekem is van egy oktatói múltam, 2003 óra tanító felsőoktatási intézményekben, tehát ezeket is mind-mind próbáljuk beletenni ebbe az egész stratégiába. Hát köszönjük szépen, most viszont nézzünk meg egy összeállítást arról, hogy vajon a fiatalok, az utcaembere mit gondol a katonaságról. Kérdezzük meg magukat, a fiatalokat. Honvédség, katonai szolgálat, hadsereg. Ezeket a szavakat leginkább apáink vagy nagyapáink szájából hallhattuk. Egészen mostanáig. Ugyanis egyre több fiatal érdeklődik a katonai pálya iránt. Mi is kíváncsiak voltunk, hogy vajon mennyit tudnak az emberek ezekről a szolgálatokról. Keresve se találhattunk jobb helyszínt Eger városánál. A dicső múlttal rendelkező településen kérdezgettük a helyieket, hogy tudnak-e valamit a katonaságról, illetve a magyar hadseregről. Kevés dolgot, mert az egyik ismerősöm katona, a másik kint volt a határon.
Sajnos nem. A lányom barátja is hivatásos katona, Nemzetvédelmi Egyetemen tanul. Nagyjából ennyit, védik a határainkat, és így tovább. Van egy pár haverom, aki a honvédségnél tevékenykedik, de különösen a munkájukkal kapcsolatban nem nagyon tudok semmit. 1869-től a 20 évesnél idősebb fiúknak be kellett vonulniuk a katonaságba. 136 év után, 2004. november 3-án azonban véget ért a Magyar Honvédségnél a kényszersorozás. Ennek kapcsán azt is megkérdeztük az egriektől, hogy mit szólnának ahhoz, ha visszahoznak a kötelező katonai szolgálatot. Nekem nem okozna problémát. Hát szerintem az nem biztos, hogy megfelelő lenne. Én szimpatikusnak tartanám. Egy ilyen egyéves szolgálatot azt nem javasolnám, de mondjuk egy-két hónapos alapkiképzésbe szerintem az nem lenne rossz. Visszahozhatják, csak ne kelljen a részesének lennem, az nem lenne rossz. Pedig pont az a lényeg, hogy mindenkinek akkor be kéne vonulnia kötelezően. Nem biztos, meg lehetne oldani valamilyen kis trükkel. Valószínűleg bekamúznék valamit, hogy nem vagyok rá alkalmas. Nem is tudom, hogy elkeseredett most, ahogy így hallotta ezt az utolsó hozzászólást. Mert nem. Egyébként nem lesz kötelező, azt azért megbeszéltük a bejátszó alatt, tehát hogy nem lesz. Hát ugye a törvényi szabályozás nyilván válsághelyzetekre vonatkozóan működik, hiszen hogyha rendkívüli állapotot hirdetnének ki, ne adja a Jóisten, hogy ki kell hirdetni, az egy háborús helyzet, akkor valóban mindenki számára a helytállás kötelező. Megelőző védelmi helyzet esetén is van egy 60 napos időtartam, amíg eldöntheti a parlament, akkor is kétharmaddal kell dönteni erről a jelenlegi jogi szabályozás alapján. Én önkéntességben gondolkodom. Tehát sokkal nehezebb egyébként nyilván, de föl kell kelteni az érdeklődését a fiataloknak. És hogyha valaki önkéntes alapon úgy érzi, hogy kapcsolódni szeretne a hazavédelmének nemzeti ügyéhez, akár tartalékos katonaként, akár csak részt vesz fiatalemberként a kadétképzésben, a középiskolákban, ezt most elindítottuk tavaly évtől, nagy siker, nagyon sok középiskola jelentkezik, egyre többen, vagy hát nyilván láthatjuk azt, hogy a Nemzeti Közszolgálati és a tisztképzés is nagyon sokan jelentkeznek, óriási a túljelentkezés, tehát azért van érdeklődés a fiatalok részéről a katonai hivatás iránt. Szerintem azzal, hogy egyébként megjelent a honvédség több fontos esemény alkalmával, válsághelyzetekben, határvédelemben, árvízi védekezés idején, és a többi, nemzetközi szolgálati lehetőség van, ott dicsőségesen helytállnak a katonáink, az azért mindenképpen pozitív példa. Nyilván a munkaerőpiacról kell toborozni a fiatalokat is, ami nem kis kihívás, ez kellenek illetmények, amelyekkel meg tudják fizetni őket, ez is elindult az illetményemelés. Én azt látom, hogy az ösztöndi, tehát a tartalékos állománynak a bővítése az egyetemeken, nagyon sok helyen előadást tartottam. Amikor van anyagi motiváció, akkor azért hatványozottan nő meg az érdeklődés, és nagyon sokan szerződnek a honvédséggel. Hát 21. században vagyunk, nem csak egyszerűen az a varázsszó, hogy honvédség és gyerek katonának, hanem itt már ugye egy image építésről is van szó. Tehát például az Egyesült Államokban vagy Izraelben a katonának egy nagy jogköre van, és ráadásul nagyon felnéznek rá. El tudjuk érni itthon is? Hát nyilván szépen, tudatosan, szisztematikusan építkezni kell, lépésről lépésre haladni kell erre. Az jó, hogyha pozitív hírek jelennek meg a magyar honvédségről, az jó, hogyha nemes ügyekben ott tudnak lenni, és az is jó, hogyha munkaerőpiacot, akik volt katonák, elhelyezkednek, mondjuk tartalékos vagy szerződéses katona volt, nem tudom, 5 évig, 10 évig is elmegy egyébként, vagy csak részt vesz az alapkiképzésen, és utána elhelyezkedik a munkaerőpiacon, a civil szférában, ott ugye azt tapasztaljuk meg, hogy meg vannak elégedve a vállalatok az ott dolgozó volt katonákkal, mert fegyelmezettek, precízek, betartják a szabályokat, tehát tisztességesen dolgoznak. A nemzetközi példák is ezt mutatják egyébként. Na, pont ezt akartam mondani egyébként, mert ugye ezt hallottuk még nagyapáinktól tulajdonképpen. Én mondjuk ugye nőként egy kicsit más oldalt képviselek, de valahol ez azért régen is, meg most is ez egyfajta sík volt, tehát a férfiasság jelképe az, hogy tényleg bemegy, végigcsinálja ezeket a feladatokat. Tehát hogy mennyire lehet ezzel például motiválni a fiatalokat. Én azt gondolom, hogy ilyen tekintetben akár könnyű dolguk is lehet, hiszen mindenkiben, vagy a férfiak többségében ez benne van, nem? Hogy tapasztalja? Szerintem is benne van. Például a briteknél az egész kadétrendszer óriási, tehát 150 éve működik, 131 ezer tagja van, középiskolás fiatalok, akik nagyon-nagyon szeretik, külön egyenruhájuk van. A sportlövészetet gyakorolják, és a sportlövészet ad egy töbletet egyébként. Nagyon sokan ezért vállalják a kadét szolgálatot, és kötődnek a katonasághoz, mert van sportlövészet, és kiélhetik ilyen módon a férfiasabb, bár a hölgyek is kiválóan lőnek, nagyon vannak kiváló sportlövőink a hölgy női mezőnyben is. De a lényeg, hogy ügyesen, értelmesen kell megszervezni mindezt, mert ugye én voltam sorkatona 86-87-ben,
vannak pozitív és negatív élményeim, nyilván idővel minden megszépül, azt szokták mondani, de van, tehát nem beszélünk arról, hogy például Svájcban fönntartják a sorokat önszolgálatot, nem is akarják megszüntetni, nincs is. Van, ahol sokan most állítják vissza egyébként Svédországban, Balti államokban. Nyilván a fenyegetettség érzésüktől is, meg sok minden mástól vezérelve, de egy fontos dolgot elfelejtünk, ez egy nagyon nagy lehetőség az integrációra. Tehát én úgy voltam sorkatona, hogy a szabolcsi roma gyerekkel együtt a rózsadombi úri fiúval ugyanabban a ruhában, ugyanabban a szobában, ugyanolyan lópokróccal takarozva, és a többi, és a többi. Minden egyforma volt, és nem volt ilyen értelemben kivételezés. Tehát a társadalmi integrációt, felzárkózatát is segíti egyébként a katonai szolgálat, mert a nemzetközi példák is ezt mutatják, ugyanakkor pedig a Nyugat-Európát megnézzük is, hogy a migráció, csak egy mondat elég, hadd kanyarodjak. Ugye nagyon érdekes, hogy mondják, hogy majd integrálják a bevándorlókat. Igen, csak egyre kevesebb eszköze van a modern államnak. A liberális elveken fölépülő modern államnak a 21. századra kifogytak szinte az eszközei. Munkahely esetleg, de az se teljes mértékben. A katonaság az kifejezetten alkalmas erre, a sport is egyébként alkalmas erre, ezt láthatjuk amerikai példák például ezt mutatják. Hát ez egy nagyon érdekes aspektusa volt, amit megvilágított. Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük, és sok sikert kívánok. Köszönöm szépen a meghívást és az érdeklődést.